Sziasztok! A High Ventures idén 5. alkalommal rendezi meg a közép-kelet-európai régió legrangosabb startup networking eseményét, a Regional Startup and Innovation Day-t. Számos díj kerül majd átadásra, köztük egy új elismerés is, amely azt a startup vállalkozást díjazza majd, amely a pénzügyi életképesség mellett társadalmi, fenntarthatósági vagy környezeti szempontok mentén vált ki pozitív mérhető hatást. A Best Impact Startup díj nyertesét a közönség, azaz a ti szavazataitok fogja eldönteni, úgyhogy érdemes lesz szavazni. Ismerkedjünk meg a három jelölt egyikével, a Klingóval, akik egy olyan egyszerű és hétköznapi dolgot gondoltak újra, mint az autómosás a fenntarthatóság jegyében. Lássuk! Hogyan született meg a Klingó ötlete? Egész kiskoromtól kezdve nekem mániám az autómosás, olyannyira, hogy 3 éves koromban is autómosó szivacsot kaptam meg professzionális vakszoló, zsápoló szereket édesapámtól, és nekem egyetem alatt lett egy vállalkozásom, egy számítástechnikai vállalkozásom, és egészen addig én napi rendszerességgel tisztítottam az autómat, viszont észleltem azt, hogy ha egy ember elfoglalt 8-tól 5-ig, akkor utána akkora sor van az autómosókban, hogy gyakorlatilag lehetetlen, ha meg fáradt vagyok, akkor már nincs kedvem hozzá. És mivel nem volt gyakorlatilag elérhető ez a lehetőség, arra gondoltam, hogy jöjjön házhoz az autómosás. Hogyan működik a Klingó alkalmazás és a szolgáltatásotok? Törekszünk arra, hogy a lehető legegyszerűbb és a legzöldebb legyen ezzel egy ilyen komplex szuperélményt nyújtva a felhasználóknak. Pár kattintással applikáción keresztül meg lehet rendelni a szolgáltatást, és a kollégáink ezekkel az elektromos robogókkal kiérkeznek a helyszínre, ahol minimális vízfelhasználással és ugye emissziómentesen tisztítják az autót. Miért volt ennyire fontos szempont a fenntarthatóság? Azért, mert minden ebbe az irányba mutat, és egyébként, ha maga a mosószer ugye lehetővé teszi azt, hogy a hagyományos 130 liter helyett 4 deci vizet használjunk, akkor, és mivel ez ennyit hozzátesz a fenntarthatósághoz, akkor mi igyekeztünk arra törekedni, hogy minden más irányba is csökkentsük az autómosás ökológiai lábnyomát, és arra büszkék vagyunk, hogy nincs még egy cég, Európában biztos nem, de azt hiszük, hogy a világon sem, aki ennyire le tudta csökkenteni a biológiai lábnyomát egy autómosásnak. Hogy lehet ilyen kevés vízmennyiséggel ugyanazt a hatást elérni? Nemhogy ugyanazt a hatást, hanem még jobb hatást lehet elérni. Nincs nagy trükk benne, maga a mosószer az elérhető az egész világon, karnauba vax van benne, ez rápermetezést követően, ez egy koncentrátum, amit vízzel vegyítünk, ez rápermetezést követően fellazítja a szennyeződést, és mikroszálas kendővel biztonsággal letörölhető a felületről. Mit láttok a piacon, milyen versenytársak vannak akár a hazai, akár a nemzetközi szintéren? Érkeznek folyamatosan a versenytársak, aminek amennyiben minőségi szolgáltatást gyújtanak, mi örülünk, mert a piacunk még mindig új, és minél több helyen fut bele egy ügyfél abba, hogy így is lehet autót tisztítani, én azt gondolom, hogy az nekünk is és nekik is jó. Budapesten még mi vagyunk az elsők, mi tervezünk külföld felé nyitni, először a V4-es országokba tervezünk elindulni.